tűzoltósági, katasztrófavédelmi, rendőrségi és több más szervezet 2022-es beszámolójával kezdődött Dombóvár város legutóbbi testületi ülése. A város polgármestere szerint örömteli, hogy mindenki pozitívan beszélt a tavalyi évről, akár csak az, hogy nem történt több bűneset, mint az előző években, és nem is maradt felderítetlen ügy sem. Azt gondolom, hogy szokványos eltérő testületi ülés volt ma a meghívott vendégek számát tekintve, hiszen a rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság, Máltai Szeretetszolgálat, Baptista Alapítvány, illetve a Prezidium Alapítvány is ma tartotta meg éves beszámolóját 2022-ről. Örömteli volt számunkra, hogy az összes beszámoló pozitív kicsengési volt, mindazok ellenére, hogy 2022-ben azért évelején a pandémia még keményen érintett bennünket és őket is. Nyilván a dologi költségek emelkedéséből fakadó akadályt is mindannyian meg tudták lépni. Nagyon pozitív hír szintén, hogy a szubjektív közbiztonság érzete nem romlott a dombováriaknak, a dombovári járás lakosságának, hiszen a bűncselekmények száma nem növekedett, azoknak a felderítettség az elkövetetteknek hasonló arányban volt, mint az előző években volt, tehát gyakorlatilag mondhatni azt, hogy felderítetlen bűncselekmény dombovári járásban talán nem is volt. Mindezen túl még örömteli volt az a hír, hogy tudtuk tárgyalni a Dombovári Focisügyi Egyesület kérelmét, hiszen a közel 200 gyerekkel foglalkozó egyesület egy kis busz beszerzéséről döntött, egy TAO-s pályázat keretében. Nyilván a TAO forrást júniusban fogják megkapni, ezért ők kezdeményezték, hogy egy 6 millió forint visszatérítendő támogatásra segítsük, hogy a busz be tudják szerezni előbb, hogy még az iskolai időben tudják ezzel a gyerekeket szállítani. Meglepő fordulat volt ebben az ügyben, hogy az ellenzék képviselők kígyót békát kiabáltak, ami számunkra értelmezhetetlen, hiszen ennél nemesebb célra nem tudtunk volna adni 6 millió forintot, amit egyébként visszafizet az egyesület két hónapon belül, mint hogy a dombovári gyerekeket szállítsák, és azok biztonságban érkezzenek meg edzésre, és érkezzenek haza. Szociális kaszálással kapcsolatban kiírtuk a pályázatot, hiszen minden évben ilyenkor ez megtörténik. Várjuk a jelentkezők, akik rászorultak, és a fűkaszálásokat szociális keretek közt el lehet végezni. Bírósági ülnökök választására is ma került sor. Örömteli, hogy 6 ülnök delegálásáról tudott ma dönteni a képviselőtestület. Ugyanaz egyre nehezebb kihívás, meg tudtuk lépni ezt az akadályt is. A képviselők döntöttek még többek között arról, hogy pályázatot írnak ki a szociális kaszálásra, illetve 6 bírósági ülnököt is delegálnak a Dombovári Járásbíróságra.